Saját hallgatói számára indított beiskolázási kampányt a Nyíregyházi Egyetem. A tájékoztatók során eddig főleg a középiskolásokra helyezték a hangsúlyt, az új kezdeményezéssel azonban a már itt tanuló hallgatókra fókuszálnak. Ennek keretében kulturális és szórakoztató programokkal, intézeti standokkal várták az érdeklődőket. A kampány célja, hogy a hallgatók a már megismert szemlélettel és tanárokkal ugyanitt folytassák tanulmányaikat. A legnépszerűbbnek mondhatom a gazdálkodástudományi, a pilóta képzés is nagyon népszerű, illetve azt gondolom, hogy minden szakunk, amire igazából nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk, és nem csak a Nyíregyházi Egyetemnek, hanem az ország minden egyetemének, hogy a pedagógus képzésben is több hallgató legyen, illetve több hallgató válassza akár másoddiplomaként is a pedagógus pályát. Én 2019-ben kezdtem meg a tanulmányaimat itt az egyetemen, testnevelés, környezettan, osztatlan tanári pályán. Mai napig ezen folytatom tanulmányaimat, amit nagyon élvezek minden egyes pillanatát, hiszen nagyon barátságos és családias környezetben kapunk itt lehetőséget kibontakoztatni a szárnyainkat mindenféle formában, mind a testnevelés részében, mind a környezettudományi részében, és nagyon jó oktatásban veszünk részt a pedagógus pályával kapcsolatban is, hiszen folyamatosan gyakorlatokon veszünk részt, és próbálnak minél jobban bele kényszeríteni minket ezekbe a helyzetekbe, amikbe majd élesben kerülünk a tanításunk során. Bár nem minden fiatal gondolja úgy, hogy az egyetemi képzés befejezése után azonnal szüksége van mesterszakra vagy másoddiplomára, sokan szívesen tanulnak tovább. Olyanok is vannak azonban, akik a képzés közben döntenek úgy, hogy másik szakon szeretnék folytatni tanulmányaikat. Ezeknek a hallgatóknak tudjuk azt biztosítani, hogy akár itt maradjon, és ha itt marad, akkor akár kreditjeiket is beszámítjuk, és így rövidülhet a képzésük. És hát külön kiemelném a felsőoktatási szakképzést, mert azok a hallgatóink, akik itt felsőoktatási szakképzésen végeznek, azoknak 90 kreditet beszámítunk az alapképzésben, és automatikusan jöhetnek, tehát azok a hallgatók igazából akár egy 3 éves képzést 2 év alatt elvégezhetnek. A 2022-es általános felvételi eljárás következő fontos határideje február 15-e. Eddig lehet rögzíteni a jelentkezési kérelmeket. Ez az időpont vonatkozik a másoddiplomásokra is.